A kiskörei szakaszmérnökség 2008 óta kíséri figyelemmel a duzzasztó művön áthaladó kerékpáros forgalmat. Az első nem teljes évben még csak 6800 biciklis gurult át az üzemi hídon, de 2016-ban a számuk már meghaladta a 20 000-et. 2017-ben a 30 000-et, 2018-ban pedig 56.959-re nőtt a forgalom, ebből 5.150 volt a versenyző. Kismértékű visszaesést követően 2019-ben 49 000 biciklis hajtott át a duzzasztó mű felett, ebből 1.990 versenyző. 2020-ban már 70.435 bringás kerekezett át Kiskörén, Jász-Nagykun-Szolnok megyéből Hevesbe, vagy éppen fordítva, köztük 104 versenyző. 2021-ben 87.920-ra nőtt a számuk, ebből 1.100 versenyzés szándékával tekerte a pedált. Ezt a kiemelkedő eredményt 2022-ben nem sikerült túlszárnyalni, miután az év egészében 68.003 kerékpáros regisztráltak, ebből 1.000 versenyzőt. Fontos megjegyezni azonban, hogy az igazgatósági statisztikákban csak azok a bringások jelennek meg, akik áthajtottak a duzzasztó mű felett. Havi forgalmi rekordokról ugyanakkor a múlt évben is beszámolhatunk, hiszen májusban 10.653, júniusban pedig 16.653 biciklis számláltak a vízlépcsőnél, ami új 5. és 6. havi csúcs.